A frontvonal egyes részein heves harcok folynak, miután Kijev régóta várt ellentámadást indított a nyugatról szállított fegyverekkel, mondta Jens Stoltenberg. A NATO főtitkár Brüsszelben újságíróknak azt is elmondta, hogy az ukrán erők győzelmet aratnak majd. Kijelentette, hogy a védelmi miniszterek és az ipari partnerek a közeljövőben megvitatják, hogyan lehetne tovább fokozni a védelmi célú termelést. A NATO országok számára a bruttó hazai termék 2%-át védelmi célokra fordító általános előírás nem felső határ, hanem a közös biztonságunkba való befektetéshez szükséges minimum, közölte a Sky News Stoltenbergre hivatkozva. Volodymyr Zelenszkij videóbeszédet intézett csütörtökön a svájci parlamenthez, amelyben arra szólította fel a törvényhozást, hogy engedélyezze más országoknak a svájci gyártású fegyverek továbbadását Ukrajnának, közölte az RBK Ukrajna hírportál. Zelenszkij kiemelte, hogy ez létfontosságú lépés lenne Ukrajna számára. Tudom, hogy Svájcban vita zajlik az államunk védelmét szolgáló katonai felszerelések exportjának kérdéséről. Ez létfontosságú lenne. Fegyverekre van szükségünk, hogy helyreállítsuk a békét az országban, hangsúlyozta az ukrán elnök beszédében. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök megbeszélést folytatott a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség vezérigazgatójával, Rafael Grosszival. A hírt az elnöki hivatal közölte. A találkozón az államfő hangsúlyozta, a modern idők legnagyobb ökológiai bűncselekményének számító Kahovkai gát felrobbantása miatt jelentősen megnőtt a zaporizsai atomerőmű biztonságát fenyegető veszély. Ezért feltétlenül szükséges a nemzetközi közösség gyors és határozott reakciója erre a szemtelen terrorcselekményre. Az elnök ismételten kiemelte, hogy a nukleáris veszély elhárításának egyetlen módja a teljes demilitarizálás és az ukrán ellenőrzés visszaállítása az erőmű felett. Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség főigazgatója a zaporizsai atomerőmű területére látogatott, hogy megállapítsa, milyen hatással van a Kahovkai gát összeomlása az atomerőmű hűtési teljesítményére. Komolynak, ugyanakkor stabilnak tartja a zaporizsai atomerőműben kialakult helyzetet a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség főigazgatója. Rafael Grossi a létesítménynél tett látogatása után beszélt erről. Az aggodalmakat ugyanakkor fokozza a Kahovkai gát lerombolása, mivel az erőmű hűtővíz ellátása nem biztosított. Az orosz-ukrán háborúban június 6-án hajnalban robbantották fel a Dnyeper folyón a zaporizsai atomerőműtől folyásirányban lefelé, légvonalban mintegy 120 kilométerre délnyugatra található Kahovkai gátat. Ennek következtében jelentős árhullám vonult le a folyón, a sajnálatos esemény az erőműnél a vízszint drasztikus csökkenéséhez vezetett. Az Európa Tanács Velencei Bizottságként ismert független alkotmányjogászokból álló tanácsadó szerve június 12-én közzétette véleményét Ukrajna a nemzeti kisebbségekről szóló törvényéről, amelynek elfogadása szerepelt az Európai Uniós tagjelölti státusz megadásával kapcsolatos javaslatok között. Bocskor Andrea EP képviselő közösségi oldalán közzétett posztjában reagált a Velencei Bizottság véleményére, amely világosan mondja. Az új ukrán törvény a nemzetközi normáknak megfelelően számos garanciát tartalmaz, azonban nem felel meg teljesen az európai és nemzetközi kisebbségvédelmi normáknak. Továbbá nem tükrözi Ukrajna nemzetközi kötelezettségvállalásait sem, ezért az több pontban módosítani szükséges. Mint írja, a szövegben számos esetben ismétlik meg a már korábbi 2017-es oktatási és 2019-es nyelvtörvényekre vonatkozó kritikákat, amelyeket az ukrán törvényhozók az új kisebbségi törvényben az ígéretek ellenére sem orvosoltak. Ezen kívül a szöveg bírálja a nemzeti kisebbségek anyanyelvi oktatásra vonatkozó meglévő jogainak szűkítését, aránytalannak ítélik meg a kisebbségek anyanyelv használatának korlátozását, és bár legitim célkitűzésnek minősítik az ukrán, mint államnyelv kiterjesztését, de kiemelik, hogy azt az arányosság elve alapján és a kisebbségek
kisebbségek jogainak sérelme nélkül kell megtenni. Bocskor Andrea sorait azzal a reménnyel zárja, hogy Ukrajna komolyan fogja venni a Velencei Bizottság ajánlásait és a korábbi 2017-es oktatási törvényt és a 2019-es nyelvtörvényt illető kritikai megjegyzéseket is orvosolják majd. Robbanások rázták meg az ukrán fővárost pénteken, miközben afrikai vezető küldöttsége érkezett Kijevbe, hogy ismertessék béketervüket. Vitalij Klitschko, kijevi polgármester robbanásokról számolt be a központi Pogyil kerületben, és arra figyelmeztetett, hogy további rakéták is a főváros felé tartanak. Az ukrán légvédelem 6 Kinzsár rakétát, 6 manőverező robotrepülőgépet és 2 drónt semmisített meg. Az afrikai küldöttség előrelátható célja, hogy közvetítsen a szemben álló felek között. A tervek szerint találkoznak Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, majd szombaton Szentpéterváron tárgyalni fognak Vlagyimir Putyin orosz államfővel. A vezetők meglátogatták a Kijev melletti Bucsát, ahol hivatalos ukrán vélemény szerint az orosz csapatok 2022. februárjában súlyos atrocitásokat követtek el. Az afrikai békemisszió egy sor bizalomépítő intézkedést javasol Kijevnek és Moszkvának. A misszió célja a béke előmozdítása és egy diplomáciára épülő tárgyalási folyamat elindítása a felek között, mondták el a diplomaták. Nagy-Dobronyban nyitott az egyik bank elektronikus fiókot, amely széleskörű szolgáltatást nyújt az ügyfeleknek. Itt a készpénz felvételén kívül számos szolgáltatás elérhető, hiszen az automata a legmodernebbek közé tartozik. A bankautomata alkalmas arra is, hogy készpénzzel feltölthessük a bankkártyánkat, nem egyesével behelyezve a bankjegyeket, hanem egyszerre a kívánt összeget. Kiválasztva a megfelelő menüt, az automata felismeri az összeget és a behelyezett kártyánkra teszi. Még ami fontos, hogy kártya nélkül is használhatjuk az automatát. Az okostelefonon keresztül, annak hozzáérintésével azonosít bennünket. Ezt követően elvégezhetjük a szükséges műveleteket. Mivel a Nagy-Dobronyi kistérségben sok magyar nemzetiségű ember él, ezért olyan automatát hoztunk, amely rendelkezik magyar menüvel is. Azt is tervezzük, hogy ha a térségből sokan igényelnek bankkártyát, akkor azokat legyártjuk, és a munkatársunk egy korábban egyeztetett időpontban majd itt osztja ki, hiszen például egy laptop segítségével kapcsolatot tud teremteni az adatbázisunkkal. Ilyen módon az elektronikus fiókban a bank sok szolgáltatása elérhetővé válik. A bankfiókban a közeljövőben egy olyan automatát is üzembe helyeznek, amely segítségével például a közüzemi díjakat is be lehet majd fizetni. Az elektronikus fiók földrajzilag is jó helyen fekszik, persze elsősorban a kistérség lakosai számára jelent könnyebbséget, beindítását már évek óta szorgalmazták. A Nagy-Dobronyi kistérségben 12 ezer ember él. Az emberek nagy részének van ennél a banknál kártyája, és különböző szociális kifizetéseket utalnak ezekre a számlákra. Eddig ezeket a kifizetéseket csak Munkácson vagy Ungváron tudták felvenni, készpénzé tenni. Most, mától, hál' Istennek, ez a Nagy-Dobronyi kistérségben is lehetőség nyílik rá. Szeretném rögtön megköszönni Vaskai József főkonzulnak a közbenjárás, mert nélküle bizony ez a bankfiók itt Nagy-Dobronyban nem lejöhetett volna létre. Az elektronikus bankfiók éjjel-nappal üzemel Nagy-Dobronyban. A Gaudeamus Igitur diákdallal búcsúztak iskolájuktól az ungvári 10-es számú Dajka Gábor középiskola végzős tanulói. A tanévzáró ünnepség idén rendkívülire sikeredett. Az intézmény udvarán vette kezdetét, de az esős időjárás miatt félbeszakadt, és az iskola nagy termében folytatódott. A 10. osztály tanulói a hagyományoknak megfelelően átadták a végzősöknek a ballagó tarisznyákat, akik dallal búcsúztak az alma mátor. Tertől. Klacik Ádám, végzős diák jövőjét itthon, Kárpátalján tervezi. Örülök, hogy már befejeztem. Kezdődik egy új
lépés az életembe, a nagybetűs életbe, de más oldalról meg nagyon szomorú, mert ugye az osztálytársaimat nagyon ritkán fogom látni, meg minden hiányozni fog, ami itt volt, ami történt velünk. Az egész családom magyar, és ezért nem bántam meg, hogy a magyar iskolába adtak. Jó volt itt tanulni? Jó volt, nagyon jók a tanárok, a társaság is jó volt. Voltak persze ilyen néha. Hát sok igen, csínságot csináltunk, de amúgy minden jó volt. A jövőmet úgy képzelem el, hogy ugye a orvosira fogok felvételizni itt Ukrajnába. Gajdos Brigitta, a Ballagó diákok osztályfőnöke, meghatódva búcsúzott tanítványaitól. Kettős érzés. Egyrészt nagyon örülök, hogy itt állhatok velük, és büszke vagyok rá. Másrészt pedig szomorú vagyok, mivel ennyi idő alatt az embernek a szívéhez nőnek, és nehéz őket kiengedni. Milyen gyerekek voltak? Változó. Tehát vegyes társaság volt. Van, aki csendesebb, van, aki hangosabb, de mindannyian remek gyerekek voltak. Jól tanultak? Igen. Kulin Judit, az intézmény igazgatója elmondta, biztos abban, hogy ez a 21 végzős diák eléri célját. Ez az osztály az, aki túlélte a Covidot, tanulással túlélte a háború kezdetét. 21-en ballagtak ebben az évben, és mindenki szeretne tovább tanulni, tehát a mostani információink szerint mindenki szeretne tovább tanulni, és a többségük itthon próbálkozik, meglátjuk, hogy mit hoz a sors. És a szokásos útra való mit kíván nekik? Hát azt, hogy boldogok legyenek. Az élet már megedzette őket, olyan kell túlélni, alkalmazkodni, minden nehéz helyzethez, úgyhogy gondolom, hogy ők a saját céljukat el fogják érni. A ballagási ünnepség rendhagyó módon fejeződött be. Az utolsó iskolai csengőt követően megszólalt a légiriadó hangja. A gyermek áldás, a gyermek öröm, a gyermek boldogság. Első alkalommal tartotta a közös kistérségi gyermeknapot a Nagybégányi Központú Önkormányzatban. A csütörtök délutáni programnak a Bereg Dédai K2 klubudvara adott otthont, ahol a kistérség iskoláiból érkezett fiatalok egymás után mutathatták be tudásukat a színpadon. A gyermekünk a boldogságunk, a gyerekek a mi örömeink a nehéz hétköznapjainkban, a gyermekeink a jövő, emelte ki a program megnyitóján Nagy Anna, a kistérség polgármestere. Nagybégányi kistérség fontosnak tartotta, hogy gyermeknapot tudjon megszervezni. Bár ez a múlt vasárnapra volt megszervezve, de akkor a rossz időjárás miatt elhalasztottuk, és most egy hirtelen gondolattal a mai napon megszerveztük. Ezen a rendezvényen a 7 település gyerekei vannak itt. Már 400 gyerek van jelenleg itt, és még csak most fogunk kezdeni. Bízunk benne, hogy még többen lesznek. Szeretnénk, ha jó éreznék itt magukat ezen a napon, egy kicsit a világ gondjától, és felhőtlenül tudnának játszani, egymásnak örülni, ismerkedni ezek a gyerekek, ezek a kis térség gyermekei. Szükség van ezekre a rendezvényekre is, hiszen kell az embereknek is egy ilyen nap, ahon kijönnek, és egy kicsit elbeszélgetnek, és jó érzik magukat együtt. Sajnos jelen pillanatban erre nincsen lehetőség, de hogyha tudunk erre van lehetőség, hogy legalább a gyermekeknek egy pár óra hosszára, egy délutánra egy ilyen programot megszervezni, akkor meg kell szervezni, úgy gondoljuk ezt a rendezvényt. Ahogy mindenhol Kárpátalján, így a Nagybégányi kistérségben is nehéz évet zártak az oktatási intézmények. Наші громаді завершився 2022-2023 навчальний рік. Кістерségünkben hivatalosan is véget ért a 2022-2023-as tanév. Ez nagyon nehéz időszak volt a kistérségünk oktatása számára, hiszen az egész tanév háborús körülmények között kellett, hogy lemenjen Oroszország agressziója miatt. Nagyon sok áramkimaradással és légiriadó miatti nehézségekkel kellett, hogy megküzdjünk, de a kistérségi vezetésnek köszönhetően generátorokat és invertereket tudtunk beszerezni, így a jelenléti oktatás folyamatos volt nálunk. Ezeket a nehézségeket is igyekeztek elfeledtetni a gyereknapon, ahol számos programban volt részük a fiataloknak a tűzoltó bemutatótól kezdve a kézműves foglalkozásokig. Dekupás technikával készül ilyen fakorongra dekoráció. És mi a lényege, ilyen vázáskák lesznek belőle, vagy mi is? Ezek papírfonás technikával készültek, ennek az a neve, hogy dekupás, szalvéta technika magyarul.
Hogy tetszik neked ez a foglalkozás? Hát szerintem egész jó, elfoglaltat, és akkor lehet élvezni. A Nagybégány környéki településeken korábban sok hagyományőrző fesztivált és rendezvényt tartottak még a Covid-járvány és a háború előtt. Például Kisbégányban is, ahol a KMKS közreműködésével több alkalommal Cibere fesztivált is szerveztek. Kisbégányban ugye mi híresek voltunk mindig a Ciberéről, minket mindig úgy hívtak, hogy ciberések a kisbégányak. Nálunk évente volt Cibere fesztivál, sajnos a Covid, aztán a háború, most ez minden elmaradt. A gyerekek egész évben hol a pincében, hol rettegve, ma pedig kiszabadultan látszik, vidámság van, a kistérség vezetője mindent megtesz azért, hogy a gyerekek ma jól érezzék magukat egy ilyen vidám gyereknapon. Kárpátalja továbbra is a béke szigete. Köszönhető ez az ukrán fegyveres erőknek is. Számukra a nap folyamán gyűjtést szerveztek. Ti gyíti majd právo zsíti pid mérnim nebom. A mai rendezvényünk ajándék, hiszen minden gyermeknek joga van a békés, boldog életre. Ezért is szerveztünk gyűjtést az ukrán fegyveres erők részére. A nap folyamán tombolázunk is, és az ebből befolyt összeget szintén a honvédeink számára adjuk át. Ezeken kívül minden kirendeltségünkben a fiatalok rajzokat készítettek, ezeket is összegyűjtjük és elküldjük az adományokkal együtt, hogy érezzék katonáink a támogatásunkat. A nap folyamán a kistérség minden részéből több mint 500 fiatal vett részt a programon. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nagyecseden hetedszer rendezték meg az immár hagyományosnak számító verbunk és csárdás versenyt. A résztvevők több kategóriában és korcsoportonként mérték össze tudásukat. A versenyen a kárpátaljai táncosok is kiváló eredménnyel szerepeltek. A célunk a rendezvényel az volt egyrészt, hogy megismertessük Nagyecset kultúráját, azt, hogy igenis itt mink jelenleg is él a kultúra, és őrizzük, és átadjuk a fiataloknak. Másrészt pedig kiemelt célunk, hogy improvizatív módon táncoljanak a táncosaink, és azok a táncosok is, akik tanulják a nagyecsedi verbunkot, és ez az elv volt az, ami elindított bennünket ezen az úton. Nyilván ehhez nagyon jó alany volt a nagyecsedi önkormányzat és a nagyecsedi Rákóczi Kovács Gusztáv hagyományőrző együttes. Ilyenkor megmozdul a falu apraja nagyja, ez egy kisváros, de hát nyilván ilyenkor azt mondjuk, hogy falu. Itt vannak, segítenek, süteményt készítenek, eljönnek Dunántúl, Budapest környékéről, Szeged környékéről, az egész ország területéről táncosok, és itt vagyunk együtt. És a zsűrinek mindig azt szoktam mondani, hogy nagyon fontos, hogy jól érezzék magukat a táncosok a színpadon, és olyan kritikát fogalmazzunk meg, ami előre viszi őket, és ne hátráltassuk a táncban, hiszen aki eljön, az nagyon sokat tett azért, nagyon sokat tanulja a nagyecsedi kultúrát, és segítsük a lépéseket. Annak nagyon örülünk, hogy Kárpátaljáról jönnek a fiatalok, ez külön számunkra egyrészt egy megtiszteltetés, másrészt szeretnénk segíteni az ottani fiatalokat, hogy minél ízesebben táncoljanak. Szeretnénk, hogyha élményt kapnának ezek a gyerekek és táncosok, akik átjönnek hozzánk. Már a Kréta körművészeti versenyre is vártunk kárpátaljai gyerekeket, több csoport is volt. Lőrinc Sándor kollégánk mentorálja azokat a gyerekeket, és számukra is nagyon megható, hogy itt vannak. Az pedig különösen példaértékű az ottani magyarságnak és az itteinek, hiszen határon innen és túl mi egyek vagyunk, hogy ilyen szépen táncolják a magyar táncokat. A rendezvény kezdetén a résztvevők megkoszorúzták a korábban tevékenykedő tehetséges verbunk és csárdás táncosok emléktábláját. Ezután következett az ünnepélyes megnyitó, amelyben a verseny fontosságáról és az elkötelezettségről a zsűri elnöke beszélt. Ezek a hagyományok, a folklór nagy része, a zene, a tánc,
a költészet, ezek mind olyan belső, lelki és testi dolgok, amelyek segítenek az embernek emberül élni. Tehát ha ez elvész, akkor valami nagyon nagy dolog vész el a világból. A nagyecsediek ráéreztek erre, hogy itt van valami olyan örökség, ami a szüleiknek, nagyszüleiknek a testében, az izomérzetében benne volt. Ez egy olyan érték, ami még mindig itt van, és veszélyben van. Ha ők ezt a gyerekeknél, nem, az óvodásoknál nem kezdik el tanítani, akkor ez el fog veszni nagyon hamar. Egy-két generáció, és már senki nem fogja tudni. Vannak falvak a magyar nyelvterületen, Erdélyben is, ahol gyönyörű táncok voltak valamikor. Ott vannak filmen Budapesten, az archívumban. És ma a faluban senki nem tudja azokat a táncokat. Tehát ha ők meg akarják menteni a maguk örökségét, akkor vissza kell tanulni. Hát ez történik itt, Nagyecseden, most már 10 éve. A délelőtt folyamán a verbunkosok versenyeztek és mutatták be tudásukat. Valamennyien hosszú ideje készültek a megmérettetésre, hiszen a verbunk egy hagyományos magyar táncstílus, amely dinamikus mozgásokkal és kihívásokkal teli lépésekkel jellemezhető. Csak jól felkészült és tehetséges táncos képes színvonalas előadást produkálni, ahogy ez a felvételeken is jól érzékelhető. Az erős mezőnyben a kárpátaljai versenyzők is kiemelkedően szerepeltek, így büszkeséggel képviselték a régiót. Kokas Károly az 5. korcsoportban első helyezést ért el, elnyerve ezáltal a kis darutollas táncos díjat verbunk kategóriában. Nagy álom volt mindig a nagyecsedi magyar verbunkot elsajátítani, úgy elsajátítani, hogy itt a saját falujába, saját kis városkájába felléphessünk egy verbunk verseny alkalmával vele. Hát, hogy mennyire volt nehéz? Nehéznek nem nehéz, mert szívünk álma, vágya, és legjobban szeretett a verbunkos tánca. Úgyhogy könnyűnek könnyű volt, de volt vele munka. Délután a verseny csárdás része következett, amely szintén rendkívül fontos a magyar néptánc hagyományában. A csárdás egy vidám és pezsgő tánc, amely a magyar kultúra szerves részét képezi. A résztvevők energikus lépésekkel és dinamikus mozdulatokkal varázsolták el a közönséget. A kárpátaljai táncosok ismét bizonyították tehetségüket és hozzáértésüket, és sikeresen mutatták be a csárdásban rejlő szenvedélyt és örömteli hangulatot. Nagyecsedi táncot táncoltunk, szabad tánc volt, nem koreográfia. Nagyon jó volt ilyen közösségben táncolni, mindenki szeret táncolni, és egyszerűen jó volt látni, hogy mindenki körülöttünk táncol, és szereti ezt csinálni, ahogy mi is. Azt gondolom, mindenképp nagyon nagy lehetőség a viszontagságos körülmények ellenére, hogy a kárpátai fiatalok is megmérettethetnek egy ilyen versenyen, hiszen ez egy nemzetközi verseny. Itt nem csak a kárpátaiakkal találkozhatnak, hanem találkozhatnak a Kárpát-medence táncosaival, és nagyon sok pozitív élményt, tapasztalatot gyűjthetnek, úgyhogy mindenképpen nagyon örülök annak, hogy az idejében nagyon sok kárpátai fiatal csatlakozott ehhez a versenyhez. Nagy örömmel várták ezt a mai alkalmat, és mi is nagyon-nagyon megtisztelő, hogy itt lehetünk, és ugye hát azért ez egy nagyon nívós verseny. Veszünk magunkon mindig a bátorságot, hogy az anyaországi táncosok ellen színpadra lépjenek a mi gyermekeink is, de nagyon büszkék vagyunk rá, és én majd nagy izgalommal állok itt, mert a kislányom pedig először fog a csárdásba a kis párjával táncolni. A versenyt rangos szakértők zsűrizték, külön figyeltek a résztvevők ritmusérzékére, az előadás stílusára és a technikai kivitelezésre. A mezőny évről évre mindig egy kicsit erősödik, mert hogy minden évben vannak olyan, hál' Istennek olyan bátor táncosok, szólisták, akik eljönnek és megmutatkoznak, hisz a nagyecsedi tánc, ez egy nagyon népszerű, ez egy nagyon jó tánc. Kiemelt színvonalú volt egyébként az idei mezőny is, és nagyon rutinosan, nagyon izgalmas módon építették fel a táncaikat a táncosok, a legkisebbektől a legnagyobbakig. Ugye volt most még egy érdekesség, ez a szülő-gyermekkel táncolás, vagy rokona, egymással táncolása, ez megint egy nagyon szép.
fontos a számomra, hogy a kárpátaljai magyarság egyrészt, hogy minél inkább fennmaradjon, minél többen megtalálják hosszú távon majd azért a számításukat. Ezek a gyerekek, fiatalok, akik itt voltak, és nagyon-nagyon szépen helytáltak a verseny keretein belül, át tudják örökíteni, tovább tudják vinni a kultúránkat, tovább tudják vinni a magyarságunkat, mert nincs más út egy ilyen nemzetnek, egy ilyen kis nemzetnek itt Európa szívében, mint az, hogy a kultúrájára támaszkodva, egymásba karolva, szépen folyamatosan határon innen és túl tovább viszi a kultúránkat, és ebből a kultúrából táplálkozva újra és újra meghonosítja azt a magyarságot, amire mi büszkék vagyunk, és bízunk benne, hogy a Jóisten segedelmében még sokáig magyarok tudunk maradni. A nagyecsedi verbunk és csártásverseny kiemelkedő eseménynek számít a magyar néptánc szerelmesei körében. Az esemény méltó emléket állít a hagyományos táncművészetnek, valamint lehetőséget ad a tehetséges táncosoknak, hogy bemutassák tudásukat és szenvedélyüket. Ugyanakkor a rendezvény fontos szerepet játszik a magyar néptánc hagyományainak megőrzésében és továbbadásában is.